Start előtt a daruvári handicap mezőny lúrott ki az egész mezőny a gépből. Nagyon remekül együtt a csapat az indítás után. Ramil A. veszi át a vezetést, és ő van az élen két hosszal mögötte. Miss Whistle, Ramil A. Miss Whistle, valamint nagyon jól kezd Donna Prima, mi van még a közvetlen élmezőnyben. Mellett ott Lugas színét látom, Sasfiók is jól jött el, mint Orpheus Melody. Aztán tőlük két hosszal már művész lélek, ő is teoltása Bell Lord, és ott van. Mögöttük pedig Diadal ünnep, amikor a túlcsényes közepére érnek a telivérek. 1200 méterrel a vége előtt Ramil A. maga biztosan vezet. Ramil A. az első, mellette Donna Prima. Ramil A. Donna Prima két hosszal mögöttük, Sasfiók, majd Orpheus Melody, Miss Whistle. Ott az ötödik pozícióban, hátról művész lélek, aki följebb zárkózott. A hátán ott van Bellord, Diadal ünnep is nagyon próbál följebb jönni, bár ő egyelőre meglehetősen gyenge pozícióban galoppozik. Mögötte már csak egy lovat látok, aki nem más, mint Ideal Italy. Az utolsó 1000 méteren belülre ért időközben a mezőny, az élen most már Donna Prima. Donna Prima nagyon-nagyon megállt Ramil A. és visszaesik a mezőny végére a másik szlovák lóval együtt. Donna Prima viszont remekül jöv, művész lélekkel együtt. Donna Prima és művész lélek kettőse az élen, mögöttük nagyon jól jön Bell Lord, Orpheus Melody, Sasfiók, a további sorrend Lugas is kezd belendülni, illetve Black Jolly az, aki még ott van az élmezőnyben, amikor vettek a lovak a célénesbe. 300-al a vége előtt. Az élemény mindig Donna Prima mellette, művész lélek kívül Black Jolly zárkozik nagy lendület. Black Jolly fölmegy a vezető lovak mellé. Black Jolly átveti vezetés művész lélekkel együtt. Művész lélek és Black Jolly fejt az élen. Belül művész lélek mellette kívül Black Jolly. Black Jolly most már az első, és Black Jolly megnyerti a versenyt Fézer Roberttel. Black Jolly művész lélek visszatámad. Black Jolly művész lélek, Orpheus Melody, Bell Lord, ez a sorrend. Hátulról jön Ideal Italy a mezőny végéről, de meg fogja nyerni Black Jolly most már a futamot. Black Jolly az első, művész lélek a második, harmadik lesz Orpheus Melody, negyedik Ideal Italy. Gyakorlatilag teljes papírformáról beszélhetünk. Black Jolly nyer egy újabb versenyt, idén már a harmadikat. Ezúttal ötöd osztályban, hogy 5B-ben győzelemmel tért vissza ősszel. Negyed osztályban volt második, most pedig ötöd osztályban győz Fézer Roberttel. Második lesz művészileg, szintén komoly esély volt, és Orpheus Melodyval ugyanez a helyzet. Valóban Ideal Italy őrült messze volt hamar túl oldalon, hát nem volt 20 osztal az elejétől, akkor semennyire, és ehhez képest egészen közeli negyedik, de a dobogóra nem fér fel. 2-es, 11-es, 7-es a befutási sorrend, nagyon-nagyon jól futnak a favoritok. Művész lélek ér rá, de csak egy pillanatra, Black Jolly már a kanyarra. Könnyedén érkezik meg a front mögé, és ennek megfelelően. Figyelem, az első futam nem hivatalos befutási sorrendje. 2-es, 11-es, 7-es. Ismétlem, 2-es, 11-es, 7-es. 2-11-7. Ez egyelőre a nem hivatalos befutási sorrend, ez a daruvári handicap, a nap első futam 1600 méteres távon. És hát valóban Orpheus Melody hihetetlenül jól tartja formáját. Két győzelem után szerez egy helyezést. Amilyen biztosan vezetett Ramil A. úgy esik vissza a végére.